Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, gyülekező énekként énekeljük a 312. dicséretünknek első és második versét advent első vasárnapján. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Fennálló énekül énekeljük a 77. Zsoltár első versét. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat a már megkezdett 77. Zsoltár második és harmadik versének éneklésével. A 77. Zsoltár második verse így kezdődik: lelkem nagy bánatba esett,
minden vigasztalást megvet. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától, Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úristentől. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom a Királyok második könyve 5. fejezetéből, a 20. verstől a 27-ig. Míg ezt teszem, kérem foglaljon helyet a gyülekezet. Királyok második könyve, 5. fejezet, 20. és következő verseket így olvasom. Még csak rövid utat tett meg Naámán, amikor Géházi, Elizeusnak, Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám, az én uram kímélte ezt az arámi Naámánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is eredt Géházi Naámánnak, amikor Naámán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte. Jól vagytok? Ő így felelt. Jól. De uram, ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt, és két rend ruhát. Naamán ezt mondta, kérlek, fogadj el tőlem két talentumot. Így unszolta őt, majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, hogy azok elmenjenek. Azután bement, és ura elé állt.
Elizeus ezt kérdezte, honnan jössz, Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. De ő azt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsijáról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerezd és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat vásárolj. Ragadjon rád és ivadékodra Naamán bélpoklossága örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Tegye Isten áldásá szívünkben igéjét. Jártek, ezért imádkozzunk. Felséges Isten, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel magasztalunk téged az adventi csodáért, hogy megígérted, eljön a te fiad ebbe a világba, aki elvégzi a bűn megváltását, a bűnös ember megszabadítását, és ebből a nehéz állapotból, a bűn rabszolgaságából elkészíti az utat a te atyai szívedhez. Köszönjük neked, áldott Jézus, hogy az ígéret valósággá lett. És köszönjük, hogy mi abban az ígéretben is részesültünk, megígérted, hogy visszajössz, áldott Jézus Krisztus, és mi szeretnénk a figyelmünket rád irányítani, hogy amikor visszajössz, készen találj bennünket. Óvjál meg, Urunk, attól, hogy túlságosan is elfoglaljon bennünket mindaz, ami e világhoz köt. Óvjál meg, hogy teljesen elszakadjon rólad a tekintetünk, és csak azzal törődjünk szóval, cselekedettel, gondolattal, ami erre a világra irányít. Szeretnénk, Urunk, felemelni a szemünket, hozzád kapcsolni a szívünket, hogy szíved szerint járjunk és éljünk, hogy akármikor visszatérsz, készen találj, és magadhoz vehess mindnyájunkat. Hálát adunk neked, mindenható Istenünk, azokkal a családokkal, akik most köszönik meg neked, hogy házasságukban megáldottad, megőrizted őket. Légy áldott minden jó téteményedért, áldott Istenünk. És imádkozunk azokkal a testvéreinkkel is, akik ezen a napon emlékeznek, különösképpen is, drága szerettükre, akik elmentek a minden élők útján. Tedd áldásra, Urunk, az emlékezetüket. Szíved szerint való legyen az is. És hadd legyen a te szíved szerint való az igére figyelésünk. Vedél ki mindent, ami megakadályoz abban, hogy rád figyeljünk, tőled tanuljunk, és neked engedelmeskedjünk. Szent lelkeddel könyörülj meg rajtunk, Urunk. Ne a bűneinkre nézz, azokat vedd el, tisztíts ki belőlünk, hogy legyen helye az életünkben az áldott Jézus Krisztusnak, hogy annak megfelelően éljünk, ahogy igédben tanítasz bennünket. Óvjál meg a látszat kereszténységtől, az, hogy legyen a mi kereszténységünk szíved szerint való, nagy neved magasztalására, embertársaink javára. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 308. ének első versét. A 308. ének így kezdődik, igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság. 308. első versét énekeljük. Igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság, amit te a te beszédedben megmondasz, az mind valóság, könnyebb meg a végképpen elmúlni a természetnek,
mint semmibe menni, az igaz isteni szent ígéretnek. Kedves testvéreim, az előbb olvasott igeszakaszból olvasok egy verset, a 25-et, ez így hangzik. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte, honnan jössz, Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, különösen is fontos minden egyes ember életében, amikor Isten kérdést intéz hozzá. Így tapasztalta ezt meg Ádám és Éva, amikor elbújtak az élő Isten elől, és Isten utánuk ment, és azt kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? És Ádámnak és Évának válaszolnia kellett. Itt most a próféta a szolgáját kérdezi, hogy hol jártál? Hol voltál? Hova mentél? Nem tudta. Isten sem tudta, hogy Ádám hol van. Hát azért ment utána, mert tudta. És amikor kérdezi Kaint, hogy hol van a testvéred, akkor Isten nem tudja, hogy hol van Ábel. Hát azt olvassuk az igében, hogy Ábel vére kiállt Istenhez az égre. Miért kérdez Isten? Miért kérdez Naamán? Azért, kedves testvérek, mert neki kell, a kérdezetnek kell tudatossá lenni, hogy hol vagyok, mit tettem, valóban hova mentem. Amikor Isten kérdez, akkor mindig lehetővé teszi azt, hogy bűnbánatot tartson a tőle elrejtőzni akaró, a nem szíve szerint cselekvő ember, az az ember, aki őrizője kellene, hogy legyen az atya fiának, és nem őrizője, hanem gyilkosa. Milyen szégyenletes, amit itt ez a Géházi cselekszik. Az urának a jó hírét, a szeretetét megrontja, bemocskolja, hazudik is, mert úgy gondolja, hogy itt van a meggazdagodásnak az ideje. És ez most egy olyan lehetőség, ezt semmi szín alatt nem lehet elhalasztani. Nem Isten szerint gondolkodik, pedig ott van az Isten embere jelenlétében. Így mondanánk, hogy közel a tűzhöz, minden lehetőség adott. És másképp gondolja. És minden ember szívében, minden ember számára ott kezdődik a bűn, amikor megfogan, hogy elkezd valami okoskodás lenni a gondolatában, a szívében. Itt is arról van szó, hogy azt gondolta magában Géházi. Olyan jó lenne, kedves testvérek, hogyha hagynánk, hogy ezek az adventi idők most nagyon mélyen érintsenek bennünket személyesen. Mit ígért az Úr? Mit mondott az Úr? Miben akar számon kérni az élő Isten? Milyen idő az, amiben élek? Vajon nem arra való időszak, hogy elkészüljek, készen legyek, készítsem magamat, enyémet, hogyha visszaérkezik az uraknak ura, akkor készen álljak. Géházi azt mondja, ez most egy kiváló lehetőség arra, most kell meggazdagodni. És elfeledkezik arról, hogy mit tett az ő gazdája, mit tanulhatna tőle, mi az, amit átvehetne, mi az, ami számára is teljesen nyilvánvalóvá lenne, hogy cselekedje, és élete, és békessége, és üdvössége legyen. Géházinak a kapcsiságával foglalkozzunk tehát. Ellentét párja ez a fajta magatartás annak, amit Elizeus
önzetlensége által megtapasztaltunk, és fontos, hogy világos legyen számunkra, hogy Isten minden szívbe belát. Olyan sokszor beszélünk erről, és nem vesszük elég komolyan. Isten látja a gondolataimat is. Sokszor védekezünk, hogy na hát ezt aztán senki nem tudja kimutatni. És lehet, hogy ebben van is valami, hogy nem is akarják, hogy a gondolatok nyilvánvalóvá legyenek. Ha most itt egyen-egyenként a gondolataim ki lennének vetítve, nagy hatalmas kivetítő, oda lennél, hogy Póter Imre ezt és ezt gondolta. Lehet, hogy kiszaladnék, de lehet, hogy ti is. Amikor a te gondolataid jönne, hogy miket gondoltál te? Hogy tervezted? Lehet, hogy egymás után úgy kimennénk, hogy üres lenne a templom. Sokkal gyorsabban, mintha tűz lenne. Isten nem megszégyeníteni akar, amikor azt mondja, hogy ő ismeri a szívnek a gondolatait, és a beséinkbe is belát, hanem azt akarja, hogy ez nyilvánvalóvá legyen számunkra, hogy ő előle nem lehet elrejteni, de nem is kell semmit, mert a gondolat megfogan, és abból lesz a bűn. Ha itt Géházi, amikor ráruhan ez a gondolat, hogy most kell ezt az embert megkopasztani. Hát annyi sok mindent hozott, hát visszavigye. Hát nekünk hozta. Azért hozta, hogy itt legyen. Mi gazdálkodjunk belőle. Hát hányszor megverte Izraelt? Hát ellopta a miénket, most visszahozta, hagyja csak itt valamennyit belőle. Utána néztem, amit kér, a 43 kiló ezüst. 43,5 kiló, az azért nem kevés. Nem sokat tett érte, ő tulajdonképpen semmit se, de hát úgy gondolja, hogy most van ennek az ideje. És ad neki Elizeus, ad neki Naamán kétszer annyit. 87 kiló ezüst, azért ad két szolgát is, mert egy ember azt nehezen tudná elvinni. Meg két rendruhát. Ha amikor a gondolat jön, hogy na most, akkor azt mondaná, hogy mit szól ehhez Isten? Hogyha ezt a gondolatot megbeszélné a prófétával, ha eléje tárna, hogy nekem egy ilyen gondolatom született, akkor lehet, hogy elmondanák, hogy tehát Istentől való ez a dolog. Mit mond ehhez az élő Isten? Isten igéje világosságában, hogy néz ki ez a dolog? Helyes ez? Tiszta ez? Nyilvánvalóvá lehet ezt tenni? Hát hogy lehetne? Hát tudja, hogy mielőtt hazamegy, el kell dugni. Amikor az Ószövetségben olvasunk erről, hogy Isten megmondta, hogy a népe honfoglaló harcai folyamán egyik várost teljesen el kell pusztítani. Akkor az egyik vezető formájú ember, Ákán úgy gondolja, hogy nem, hát azért vannak itt olyan jó holmik, hát ebből lehetne eltenni, aztán majd jó lesz az valamikor. Meglátta, megkívánta. Jól eldugta a sátának a közepére, ásott egy gödröt, abba belerejtette, úgy gondolta, hogy ezt mindenki előre el van rejtve. Jött a következő harc, és borzasztó vereséget mért az ellenség Izrael népére, és nem tudták, hogy mi történt. És kiderült, hogy emiatt, mert valaki az Isten parancsával szembeszegült, és úgy gondolta, hogy kinek álltok ezzel. És ezek pusztultak el, akik emiatt haltak meg. A közösséget, Izrael népét, a honfoglaló közösségét károsította meg. Nagyon-nagyon veszedelmes módon azzal, hogy ő úgy gondolt, hogy itt van a meggazdagodás ideje. A sineári köntös elvette az eszét. És testvérek, ez így van, hogy a pénz, a meggazdagodás elveszi az ember eszét. Elveszi az Úrra való figyeléstől, a neki való engedelmességtől.
s nem kérdezem meg az urat. Azt mondom, hogy hopp, azért adta el, én ragadjam meg. Ha megállné és azt mondja, hogy uram, ez tőled való gondolat? Te akarod, hogy ez így legyen? Lehet, hogy szembesülne vele, hogy Isten őrizzen meg. Ilyen áron, semmiképpen. Ha gondolt volna arra, hogy kell nekem ennek az embernek a pokrossága, mit ér vele nyomorultul azzal a nagy halom pénzzel? Mikor nem tudja élvezni, mert kirekesztik mindenhonnan a súlyos betegsége miatt. És van bátorsága Isten nevére esküdni. És azt mondja, hogy úgy igaz, ahogy Isten él. Minden lehetőséget felhasznál, és minden bevet azért, hogy pénzt szerezzen. Egyszerűen és nagyszerűen. Azt mondja, hogy nem szabad elszalasztani ezt a kedvező alkalmat. De mit szól ehhez Isten? És másodszor figyeljünk arra, testvérek, hogy amikor Géházi szembesül Elizeussal, akkor lehetősége lenne bűnt vallani. És ez olyan nagy kegyelem, hogy Isten ezt mindig elkészíti az övéinek. Isten nem akarja a bűnös halálát, ezt vegyük tudomásul. Isten nem gyönyörködik abban, hogyha valaki a bűne miatt szenved, killódik, vergődik, pusztul. Isten azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ilyen urunk van. Én el tudom képzelni, hogy Elizeus azonnal ráronthatna. Nem csül ki a szemed! Hogy hozol rám ilyen szégyent? De hát én borzasztó durván rá förmednék. Mit csinál? Viszed vissza azonnal? Mit csinálsz? Gondolkoztál egyáltalán? Lehet, hogy a haragját úgy ki tudta volna tölteni rá, hogy csak füstölne. De nem. Nem. Elizeus ott is Isten jelenlétében marad, amikor magával ragadná a harag. És azt kérdezi, hogy hol jártál? Hol jártál? És hogyha most azt mondaná a Géházi, hogy mocskos dolgot cselekedtem. Nagyon szégyellem. Bemocskoltam a nevedet. Úgy gondoltam, hogy most van az alkalma annak, hogy meggazdagodjam. Rád hivatkoztam. Ennek a meggyógyult, újjászületett embernek a számára teljes csúnya dolgokat, egy sorozat rossz dolgot mondtam, besaptalak. Nagyon szégyellem magam. És kérek két napot, hogy gyorsan menjek, adjál segítséget, vigyem vissza neki, mert nem akarok, nem tudok így élni. Akkor lehet azt mondaná Elizeus, hogy na itt van, vegyél két embert, vagy itt van egy állat, vigyétek, aztán menjetek utána. Mindent visszavinni. Mennyivel nehezebb jóvá tenni a bűnt? Hallottam valakiről, hogy amikor újjá született, akkor elkezdett visszaviszegetni. Minden nap egy akta táskával, abból a elrabolt holmiból, amit az üzemből elhozott. És pár hét után azt mondta neki a munkavezető, hogy ide figyelj, ne csináld ezt, mert most már engemet is szégyenbe hajtasz. És azt mondta, hogy egy darab, egy csavarhúzó sem maradt otthon. Mindent visszavitt. Így szabadult meg a lelke. Így lett tiszta. Isten és ember előtt. Mindent visszavitt. Géházi nem így gondolkodott. Géházi azt mondja, hogy nem járt a te szolgád sehol. Nem tudom, érzékeljük-e testvérek, hogy a bűnnek a sodrása borzasztó erős. Itt még meg lehetne állni, amikor kérdez. Amikor a proféta kérdez, el lehetne mondani. Kiönthetné a szívét. Megtisztulhatna. Bűnbocsánatot nyerhetne.
Most még. És akkor a következő lépés a bűnnek, hogy hazudik is. Hazudik is. A saját urának hazudik. Amikor Isten gyermeke a teremtőnek a szemébe hazudik, akiről tudom, hogy belát a szívembe, a gondolataimat is ismeri. És próbálkozik. És utána jön a rettenetes leleplezés. És most már nincsen visszaút. És azt mondja a próféta, az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Zárójelbe hadd emlékeztessek mindenkit, hogy amikor Naamán megállt legelőször a próféta háza előtt, ott maradt a kocsiján. Le nem szállt, meg nem mozdul. Elvárta volna, hogy ő jöjjön ki. Amikor visszajött meggyógyulva, az volt az első, hogy leszállt és bement és megköszönte. Itt meg azt olvastuk, hogy leugrik a kocsiról és szalad Géházi elé. Kérdezi, hogy jól vagytok? Minden rendben van. Vajon miért? Miért jön utána? Az Isten gyermeke ott is, akkor is, ahogy egyre inkább távolodik a prófétától, és egyre inkább közeledik a hazájához, ott is Isten gyermeke. Tovább megy az útján örömmel és békességgel. Felszabadult. A büszkeség, a gőg, a felfújt hólyag állapot teljesen vége van. Leugrik és fut elé. Isten boldog gyermeke. Szolgálatra kész. Mit tehetek? Itt vagyok. Mondjad, már teszem is. És akkor még egy utolsó kérdést tesz fel a próféta. Azt mondja, hogy hát annak van most az ideje, hogy ezüstöt szerez, ruhákat szerez, olajfákat, szőlőket, juhokat, marhákat, szolgákat, szolgáló lányokat vegyél. Ennek van itt az ideje. Még most is lehetne vallani. Kiderül, hogy nagyon jól ismeri a munkatársának a szíve állapotát. Én el tudom képzelni, hogy Géházi beszélgethetett erről. De jó lenne, hogyha jobban menne a soron. De jó lenne, hogy nézegette azt, hogy ennek is jól, mert én is el tudnám így képzelni. De elfeledkezik arról, hogy ott lehet az ige közelében, Isten gyermeke közelében, Isten közelében. Lehet ettől több, nagyobb, gazdagabb, örömteli állapot ott lenni. Hát Isten ezt ígéri végső soron, bele lenni örökkön örökké. Hát nincsen ettől nagyobb jutalom. Elmegyek, helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, egy nagy folyamatos jelen, együtt az Úrral. Együtt Isten népe közösségével, együtt a megváltottak közösségével, a hűségesekkel, akik mindvégig álhatatosak voltak és üdvözültek. Együtt. Előre elment Jézus, helyet készített, és megígérte, hogy visszajövök, magamhoz veszlek titeket. Komolyan veszük ezt az ígéretet. Géházi azt mondja, hogy most van a meggazdagodás ideje, a gyarapodás ideje. Most van itt az ideje annak, hogy ezeket az elképzeléseimet megvalósítsam. És elfeledkezi, hogy ez azzal jár, hogy az Istentől való eltávolodás ideje jön el az életében. És ez mindenki számára veszedelmes. Figyeljük meg, testvérek, Ádám csak egy néhány lépést ment arrébb Istentől. Elfordult és elbújt. Isten azonnal utána megy, és kérdezi, hol vagy? Sokan gúnyolódnak, hogy nem tudja. Ádám nem tudta, hogy hol van. Hogy már gondolatban eltávolodott Istentől, még távolabb megy. Isten azt mondja, hol vagy? Megálljon, ne menjen tovább.
Még egy kérdés. Azt gondolod, ennek van itt az ideje? Hadd kérdezzem meg, kedves testvérek. Te mit mondasz? Minek az ideje van most a te számodra? De nagy dolog lenne, hogyha néhányunknak az Úrhoz való közösség megújulása dolgának lenne itt az ideje. Közelebb az Úrhoz, aki közeledik, megígérte. Több idő szabadul fel. Nem kellene az időt felhasználni, hogy lelki dolgokkal foglalkozzunk. És nem magunkat akarom reklámozni, de annyira betöltötte a szívemet ez az evangelizációs sorozat. Én olyan szívesen újra és újra belehallgatok, ha nem is végig. Reformátusnak az eleje, ref. Vásáros naménynak a vége, namény. refnamenny.hu. Akinek van lehetősége, használjuk ki. Legyenek áldottak a mi testvéreink, akik erre időt és áldozatot szánnak. És mi ezzel éljünk, halljuk az Isten beszédét. Ezt le lehet állítani, nem úgy, mint mondjuk szerény személyemet. És utána egy 10 perc múlva újra lehet folytatni. Vagy valamit nem értettem, visszacsavarok, meghallgatom. Hallgatni. A hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Hallgatni az igét. Közelebb az Úrhoz. Jézus megígérte, hogy visszajön. Azokat veszi magához, akik várják, akik azt mondják, ennek az ideje van, várom az Urat. Várom az Urat. Ez az elsődleges, és minden többi utána. Ami ebbe belefér, jöhet, ami nem, nem kell. Nem kell. Az ördög olyan sokféleképpen el akar tekerni a figyelmünket, a gondolatainkat. El az Úrtól. De hát, hogyha valakit én várok, hát arra készülök. Minden gondolatom arra irányul, hogy szeretettel fogadjam, jól érezze magát. De nem csak várom, hanem ő akar magához venni, hogy vele legyek az örökké valóságban. Erre fel kell készülni. Géházi még most is válhatna, és azt mondja, hogy igazad van. Összehasonlíthatná, hogy az Istennel való közösség, az Isten közelében való lét, meg az, amit ő most akar, az milyen viszonyban van, milyen viszonyban áll egymással. Nem fog az nagyon elvinni az Istentől. Nem nő nagyon oda a szívem azokhoz a dolgokhoz. De hát nem ezt tette. Ahogy készültem a hét folyamán erre a szolgálatba, az jutott eszembe, testvérek, hogy figyeljétek meg Mózesnek a választását. A Biblia azt mondja, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Így mondanánk, hogy felvitte Isten a dolgát. A halál habjai közül kimentik, és hercegi rangot kap, a fáraó leányának a fogadott gyermeke lesz. Hát ha valaki igazán tudja a jólétet, akkor ő tudta. Hogy miben nevelték, tejbevarba fürdöztötték, én azt nem is nagyon részletezem. De amikor rádöbbent arra, hogy mit tesznek a fajtája belivel, hát olyat talált ütni, hogy a nyomorgató ott maradt. És akkor látta meg, hogy mit csinált. Hirtelen haragú ember volt. Akik hirtelen haragú emberek, mondjuk én is eléggé lobbanékony vagyok, hát nagyon vegyük ezt komolyan. Mert sokszor jóvá tehetetlen dolgokat teszünk. Kínjában néz, körül homokkal befedi, de kiderül. Halálra keresik. Herceg, nem herceg, halálfia. Elbújdosik. Inkább vállalja, hogy Isten népével van közösségben. Visszajön.
Isten használja abban, hogy kivezesse a népet Egyiptomból. Inkább vállalja az Isten népével való közösséget. Mennyi gyötrelmen, szenvedésen, és milyen csodálatos áldások sorozatán ment keresztül ez az ember az övével együtt. Inkább az Isten népével való közösség, mint ott a hercegi, a fáró várományosi rangban, a bűn rabságában. Testvérek, senkit ne álmítson el, amikor az ördög ilyen talmi fényeket, csodálatos villogásokat, hogy elvonjon az Úrtól. Nem. Tartsál az Úr népével, legyél az Istennel közösségben, igazítsd a gondolataidat az élő Istenhez, rá irányítsd a figyelmedet. És amikor már a gondolat elakar az élő Isten közeléből, akkor menjél csak vissza és mondd, nem, ez az ördögtől van, nem kell nekem. Nincs attól nagyobb ajándék, hogy Isten az ő fiát adta, mert vele együtt minden a miénk. Múlt héten hallottam, hogy Isten teljes örökségét adja a megváltott gyermekének, Jézussal együtt mindent nekünk ad. Jézussal együtt. És hogyha a Jézussal való közösség megszakad, akkor viszont mindent elveszítünk. Olyan sokan azt gondolják, hogy az a miénk, amit megeszünk, amit megfogunk, ami testvérek, vissza fog menni a testünk a porba, a földbe. Ne állítsuk magunkat. Aki viszont hisz, az üdvözül. Hisz azt jelenti, hogy az Úrral van közösségben. Bele van élő közössége. Annak üdvössége van. Azt megtartja az élő Isten. Jézus megtartja az ígéretét. És röviden, mi a büntetés? Hát, nagyon súlyos a büntetés. Azt mondja a próféta, hogy az a leprás betegség, amiből megtisztult nem sokkal ezelőtt Naamán, a szír hadsereg parancsnok, az a betegség borítsa be Géházit. Rettenetes. Onnan indultunk, hogy Naamán sikeres ember volt, hős volt, hatalmas volt, de leprás volt. És ez azt jelenti, hogy akkor el a családtól, el attól a közösségtől, amelyikben élt, kiszakítva mindentől, elkülönítve, elszeparáltan, izoláltan, mert fertőz. És hiába volt hős és gazdag, és lehetne sorolni a csodálatos jelzőket, nyomorult, bűnös, és másoknak is csak ártani tud. Tehát minél inkább el. És így mondom, kollektív büntetés, mert nem csak ő, hanem a utódjai is leprás betegségben fognak lenni. És ami még ettől is borzalmasabb, így végződik ez a történet, hogy kimegy a próféta színe elől. Elmegy a próféta közösségéből. Megszűnnek azok a hatások, azok az igei hatások. Megszűnik az az erőtér, amelyben eddig élt. Most már nem szól hozzá az Úr. Most már nem fogják kérdezni. Most már nem lesz lelki gondozója. Most már olyan lesz, mint a madár, amelyik szabad, de elkapta a forgó szél. Hát, köszönöm az ilyen szabadságot, hogy elkap a forgó szél. Azt hiszem, hogy most már minden az enyém, és a forgó szél azt tesz velem, amit akar. Szabad lett,
mint a tékozlón fiú, aki megtömve itt is, ott is a zsebeit, azt mondja, hogy minden az enyém, és nem tudja, hogy nem sokára ki fog kötni a disznók vágja mellett, és még a moslékból sem ehet, mert bocsánatot kérek, de az a disznóké. És azt mondja, ha nem megyek haza az atyámhoz, éhen halok. És ő felfedezte, hogy ott az atyámnál, az atyai háznál van élet és békesség. És azt mondta, hogy elmenvén elmegyek. Ez egy olyan szép kifejezés a Bibliában. Elmenvén elmegyek, és el is indult, és meg is érkezett. És az apja eléje szalad, és átöleli azt a mocskos, disznó szagú ember, a piszok, a nyomorúság, ordít róla, de nem baj, az enyém, az én gyermekem. És amikor ott méregetik meg, húzogatják az orrukat, azt mondta, hogy ez az én fiam, ha nem tudnátok, az én fiam. És megtörtént az átöltöztetés, gyűrű, sarú, ruha, rendbe rakják, mert az én fiam meghalt, de feltámadott. Elveszett, mint ami éppen most itt elkezdődik Géházival, de megtaláltatott. És azért jött Jézus, hogy aki elveszett, azt megtalálja, és visszavigye az atyai házhoz, hogy ő vele közösségben legyen élete és békessége. Olyan szomorúan zárul ez a történet, testvérek. Kimegy, és nincs tovább közössége a prófétával. Én megmondom őszintén, soha nem szerettem gyermekkoromtól kedve azokat a filmeket vagy regényeket, amelyik ilyen nagy, ilyen deficit érzéssel zárulnak, hogy az ember azt mondja, ó, bár ne így végződött volna, hogy ilyen hiánnyal, ilyen keserűen, hogy az ember úgy, pedig higgyétek el, hogy ez is jó. Az ember azt mondja, hogy nem vagyok-e én is így? Nem jellemez-e engemet is, hogy el, egyre messzebb, egyre távolabb az atyai háztól. És aki erre rádöbben, és azt mondja, hogy Jézus nélkül nincs életem, nincs üdvösségem, nincs békességem, azt ő vissza akarja hívni. Jöjj haza, jöjj el gyermekem. Boldog az az ember, aki meghallja ebből az igéből az Isten hívó szavát, neki engedelmeskedik, így jut bűnbánatra, és így kap békességet, és mint Naamán tovább megy az útján örömmel, betölti a küldetését, és így lesz Isten nagy neve dicsőségére, vele barátai javára. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, felséges Istenünk, hogy neked üzeneted van a névleges keresztényekhez is, akik úgy gondolják, hogy élnek, akiknek az a nevük, hogy élnek, de halottak. És köszönjük, hogy most, amikor kérdezel, és minket is kérdezel, akkor erre akarsz rádöbbenteni, hogy ne csak a nevünk legyen az, hogy élünk, ne csak névleges keresztények legyünk, hanem legyen életünk és békességünk veled és egymással élő közösségben. Urunk Istenünk, magasztalunk minden jó téteményedért. Segítsél bennünket, hogy különösen is gondoljunk bele abba, hogy ez az adventi idő a veled való közösségünket akarja elénk tárni, hogy vajon tőled el, vagy hozzád közel. És ha tőled el tart a mi életünk ezekben a jelenlegi órákban, napokban, években, akkor segíts, hogy most ne azt érezzük, hogy ránk pirítottál és megaláztál, hanem hadd éljük át azt, amit Naomi ott az idegenben, hogy utolért engem Isten keze. És visszatudtad őt is vinni ott, ahol van kenyér, Betlehembe,
ahol van élet és közösség és békesség. Köszönjük, Urunk, hogy ezt velünk is meg tudod cselekedni. Van hatalmad a nagy bűnből, nagy nyomorúságból, nagy elveszettségből visszavinni, de van hatalmad az eltévejedező, az éppen eltérő, tőled eltávolodó gyermekedet is megszólítani, és szeretettel kérdezni, hol vagy? Hol van a te atyád fia? Hol voltál? Urunk, a szívünk csendjében szeretnénk neked vallani, neked elmondani, neked kiönteni a szívünket, és kiborítani a szívünknek a bűnös tartalmát. Köszönjük, hogy te elvégezted minden emberért az áldozatot, mert Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minden bűntől. Urunk Istenünk, áld meg hálát adó testvéreinket, imádkozunk gyászoló, emlékező testvéreinkért, imádkozunk özvegyeinkért, árváinkért, betegeinkért, szenvedőinkért, a település valamennyi lakosáért, magyar népünkért, egyházunkért. Könyörgünk, Urunk, tégy áldással bennünket, hogy áldottá legyünk nagy neved dicsőségére, embertársaink javára. Atyánk fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Imádkozzuk közösen, fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, örömmel jelentem Balázs Sándor és Balázs Sándorné 55. házassági évfordulóján Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára ezzel az igével. Azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Róma 8.28. Ifjú kis Sándor halála 16. évfordulóján édesanyja és családja Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára ezzel az igével. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. János 11.25. Tóth György halála 5. évfordulóján felesége és lányai Isten dicsőségére virágot adományoztak az urasztalára ezzel az igével, a szeretet soha el nem fogy. 1 Korintus 13.8. Nagy Sándor és Nagy Sándorné Pál Erzsébet házassága 60. évfordulóján Isten dicsőségére virágot adományoztak az urasztalára ezzel az igével. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Efézus 2, 8-9. Urunk áldását, vezetését, megtartó kegyelmét kívánjuk kedves testvéreinknek, az örvendező emlékezőknek, és Urunk vigasztalását a gyászolva emlékező testvéreinknek. Orosz Mária, akinek Isten 93 esztendőt ajándékozott, és az Orbán körül 15 szám alatt lakott, elment a minden élők útján. Tegnap vettek tőle búcsút a Beregszászi temetőben. Legyen áldott emlékezete. Kedves testvérek,
dr. Fekete Károly püspök úr váratlan elfoglaltsága miatt december 11-én pénteken 14 órától 18 óráig tartjuk a gyülekezeti házban egyházmegyei presbiteri konferenciánkat. Tehát eddig úgy volt, hogy szombaton, de mivel szombaton lesz a nyíregyházi görögkatolikus püspök úrnak a beiktatása, és ezen a mi püspökünknek is mindenképpen jelen kell lenni, ezért az a kérés, hogy ne szombaton, hanem pénteken legyen a presbiteri konferencia, és így 14 órakor kezdődik, és 18 óráig tart. December 1-én, kedden 18 órától a női körnek a megbeszélésére alkalmára kerül sor a gyülekezeti házban, tehát ránk következő kedden 18 órakor. December 3-án, csütörtökön 18 órától presbiteri bibliaórát tartunk a gyülekezeti házban. Csütörtök 18 óra. Alkalmainkat hirdetem, reformátusok lapját, irakmissziót, adakozást. Holnap 9 órától takarítást szervezünk, gyülekezeti ház, templom, templomkert. Szeretettel kérjük kedves testvéreink segítségét. Szűcs László presbiter javítást végzett a templomban, hálásan köszönjük áldozatkészségét. Az adományos könyveket behoztuk a templomba, akik szeretnének adományt adni, lehetőség van rá, Isten tiszteletet követően. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük, kedves testvérek, a 312. ének 3. és 4. versét. 312. ének 3. verse: az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testigük halál, de bűnödet, ha bánul, szent lelked bűnöd bánul, a szívünk halál. Ó Jézusom, szegénynek, én már ebben fejlődik, te készítettem,
és is, ha itt rab lesz sok ellenségem is.